hogyha a limuzinnál már elég különlegesnek éreztem azt, ezt a napot, akkor amikor megláttuk ezt a magángépet, amivel utaztunk, az az érzés még durvább volt, mert senki nem volt ott a reptéren, csak vonultunk ott a kifutópályán, néztük, hogy erre a gépre fogunk felszállni, és felszálltunk rá. Az eddigi élmények is nagyszerűek voltak. Én őszintén szólva már vártam, hogy Timi stewardess megjelenjen, már hiányoltam. Milyen Csimi vagy, Timi? A fiúk, mint mondták, későbbek számítottak Timire. Nekem eszembe se jutott, hogy akár Timi is ott lehet, de nagyon-nagyon örültem. És Timit mindig jó látni különböző szerepekben, mindig nagyon jól mozog bennük, és a mai nap is szerintem akár később elmehetne stewardessnek is. Nagyon jól csinálta. Köszöntöm utasainkat a Flyexatlon Bombardia 5000 magángépének fedélzetén, La Romana, Punta Cana járatán. A kabin személyzete utuk során készséggel az önök rendelkezésére. Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy mai utuk során a Flyexatlon légitársaságot választották. Hát ezen nem olyan Timi, máskori szélesen választjuk, azt gondolom. Ugye én legelőször akkor repültem, mikor jöttem Dominikára, és sokszor eszembe jut, hogy milyen jó érzés volt, és hogy mennyire szívesen repültem, vagy repülnék újra. Ugye most nagyon örültem, hogy a játék keretein belül repülhettem, és nagyon jó érzés volt újra fent lenni a levegőben, ha már volt egy élmény, amikor ugye arról is lemaradtam, és tényleg annyira csodálatos és varázslatos volt újra fentről látni mindent, a felhők között lenni, nagyon-nagyon sok erőt adott. Nem maradhattok éhen. Történik ott? Fú, mit kaptok? Lehet, hogy csatlakoznék én is. Timinek nagyon jól állt a stewardess szerep. Neki igazából minden szerep jól áll, amit így a Laci mellett betölthet, vagy így kiélheti a kreativitását, és most is nagyon jól hozta ezt. Nagyon kedves volt, aranyos, figyelmes, hozott nekünk croissant és kávét, illetve tényleg érdeklődő volt a csapattal kapcsolatban, hogy milyen élményre számítunk. Úgyhogy így összességében nagyon emberközpontú a Timi. Én nagyon örülök neki, hogy ott volt velünk ő is. Hölgyeim és uraim, már meg is érkeztünk Punta Canára. Az időjárás napos, 29 fok van. Kérem, érezzék jól magukat itt. Én várom itt önöket, majd is visszarepülünk. És ugye én most ültem először repülőn, amikor jöttem ide, Dominikára, és ez volt a második alkalom. Elképzelni el tudtam, meg sok képet is láttam róla, meg videót, hogy magángép, de azt az érzést átélni szerintem az feledhetetlen. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.